Leszállt, majd eldőlt. Oké, eldőlt, de legalább ott van egy darabban. Ja, várj, csak nem. Mégse dőlt el. Csak Jampi lett és lábat rogyaszt. És nincs szükség a biztatásra, hogy gyerünk, gyerünk, rogyaszt a lábat. Nagyon is sokan temették a Nova C küldetést. A tömeghisztéria, mely szerint az elmúlt 50 évben ennyi technológiai fejlődésre, vagy inkább visszafejlődésre futotta, elérte tetőpontját. És amikor már mindenki kezdte feladni, mert a déli pólusvidéken beköszönt a holdi éjszaka, az Intuitive Machines ledobta az információs atombombát. Lássuk, milyen fejleményeket hozott a február 28-ai újabb sajtótájékoztató. De kezdjük is egy nappal korábbról. A magáncég megerősítette, hogy az Odysseyvel való kapcsolat folyamatos, és sorra érkeznek be a kutatási adatok. Ekkor az akkumulátorok állapotának felmérése zajlott, és az akkori becslések szerint még további 10-20 órán keresztül üzemelhettek, mely során további adatátvitelt szerettek volna lebonyolítani. Újabb fotókat is közített az Intuitive Machines, ezek a leszállás végső fázisában a hold felszínéhez képest 30 méteres magasságban készültek. Február 28-a azzal indult, hogy Bill Nelson, a NASA igazgatója egy interjúban megerősítette, hogy mind a hat műszerük üzemel, és megfelelően továbbítja az adatokat a Földre. A sajtótájékoztató elején újabb képeket hoztak nyilvánosságra az Odiról. Az azóta gyűjtött adatok, illetve a második fotó egyértelműen bizonyítja, hogy egy eltört láb miatt, ugyan megdőlve, de áll a leszálló egység, nem pedig egy sziklán támaszkodik, ahogy azt eddig feltételezték. Nincs semmi bajom! Nincsen semmi bajom! A láb eltörését a túlzott oldalirányú sebesség és az ebből következő oldalazó leszállás okozta, de a robosztus felépítés dicséri, hogy nem borult fel teljesen a Nova C és 30 fokos szögben áll a felszínen. Mint azt tudni lehet, a hold déli pólusán hamarosan beköszönt a két hetes éjszaka, ezáltal a napelemek nem tudnak áramot termelni és alvó üzemmódba helyezik az Odysseyt. Ahogy a Japan Slim esetében is, ami amúgy a második éjszakai álmából kelt fel a napokban, az Odit is megkísérlik majd felébreszteni, de annak is nagy az esélye, hogy soha többé nem tudnak majd kommunikálni a leszálló egységgel. Óriási siker viszont, hogy minden műszeregység, tehát 6 NASA és 6 egyéb magáncég által küldött műszer üzemel. Továbbá 144 órát sikerült a felszínen tölteni hasznos adatok gyűjtésével. A küldetés során minden hajtóanyagot felhasználtak a siker érdekében, az odaút és a leszállás során összesen 14 különböző kihívással kellett szembenézni a földi irányító csapatnak, amit egytől egyig sikerült leküzdeni. Már rögtön a Falcon 9 második fokozatáról való leválás után jelentkezett az első probléma, amikor a csillagkövető rendszert nem tudták beüzemelni, de ezt is hamar megoldotta az Intuitive Machines csapata. Jelenállás szerint összesen 350 megabájtnyi adatot tudtak letölteni, ami remek teljesítménynek számít a kommunikációs problémák ellenére. A mindenki által nagyon várt Eagle Cam nevű eszközt sikerült kijuttatni a leszálló egység törzséből, de sajnos a kommunikáció nem valósult meg a kamerával, így nem tudtak fotókat készíteni és azt letölteni. Fontos, hogy Steve Altemus szerint a gyűjtött adatok alapján, ha a saját lézeres követőrendszerrel kísérelhették volna meg a leszállást, minden bizonnyal tökéletesen sikerült volna az. És hogy igazán szépen zárják a sajtótájékoztatót, bejelentették, hogy már az Európai űrügynökségtől is érkezett megkeresés, hogy jövőbeli küldetésekhez csatlakozzanak. Mi pedig csak abban bízunk, hogy a sok kételkedő fotel szakértő legalább annyi következtetést levon a mostani küldetésből, hogy nem szabad elhamarkodott kijelentéseket tenni. Elmondanám önöknek, hogy igazam van! A holdra szállás szkeptikusoknak pedig szeretnénk továbbítani az Intuitive Machines csapatának tiszteletteljes üdvözletét.